Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. január 27-én este fél 8-kor. 13 kalocsai értékünk került fel a Bács-Kiskun megyei értéktárba, többségében egyházi épületek. No Crash Challenge, online közlekedés biztonsági verseny indul általános és középiskolásoknak. 2021-ben is ingyenes nyelvi képzés a Bajai Szakképzési Centrumban. A Bács-Kiskun megyei értéktár bizottság 2020. december 8-án felvette 13 kalocsai értékünket a Bács-Kiskun megyei értéktárba, többek közt egyházi épületeket. Ezekkel együtt már 17 kalocsai elem szerepel a megyei értéktárban. A kalocsai értékek felvételét a kalocsai települési értéktárba bárki kezdeményezheti. A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság létrehozza a városi értékek gyűjteményét és annak elemeit megküldi a megyei értéktárba. A megyei értéktár elemei kerülhetnek ezután a Nemzeti Értéktárba és a Hungarikumok gyűjteményébe. Kalocsának jelenleg két hungarikuma van, a népművészet és a paprika. Tavaly decemberben pedig újabb 13 kalocsai értékünk került bele a Bács-Kiskun megyei értéktárba. A túlnyomó részt az egyházi épületeink azok, amik fölkerültek, tehát a palota, a főszékes egyház, az apácák zárdája, a Jószág kormányzóság, a négy kanonoki épület, a deficienciának az épülete, és két polgári épület is helyet kapott az első, vagyis a második körbe, a vasútállomásnak az épülete, az egyik, a másik pedig a Margit Malom. Hát így bővül ki 17-re ez az állomány. Ezen felül a Kalocsai Települési Értéktár Bizottságnak még 19 olyan javaslata van, amit még nem tárgyalt a Bács-Kiskun megyei értéktár. Fontos tárgyak is vannak közöttük, hiszen csak néhányat említsek, az egyetlen Petőfi vers, ami a kalocsai temetőben van. Itt van az előterjesztések sorába, vagy az egyetlen Kárpát-medencei honfoglaláskori rovásírásos emlék, ami a múzeumnak a tulajdonában van, vagy Kalocsaváros első pöcsétje. Én most három kisebb tárgyat mondtam az előbbi nagy épületek mellett, de ezek várják a sorát, hogy újra döntsenek róla. Én bízom benne, hogy többet még fő fognak venni. A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság így őrzi, népszerűsíti értékeinket. Ezek tanúskodnak a közösség erejéről és a terület történelmi fontosságáról. Magának az értéktári elemöknek a fölvétele is kicsit fordítva kellene, hogy bonyolodjon, mint ahogy tart ma, mert a nagyobb részét az értéktár bizottság emeli be, vagy emelte be az értékök során, ugye 176 elem van ma a Kalocsa értéktárban. Hát itt az volna, hogyha a lakosság jelölne meg olyan elemeket, amit fontosnak tart. És itt nem muszáj főszékes egyház méretekbe gondolkodni, hanem nagyon apró dolgokról beszélünk, akár egy fáru vagy egy térrészletről, ami fontos egy közösség számára. És ezek bekerülhetnek a Kalocsa értéktárba. Hogy mi kerül be majd a megyei értéktárba, vagy akár az országos értéktárba, aminek a csúcspontja a Hungarikum, az egy másik történet. De a Kalocsa értéktár nagyon sok elemet elbírna, ami a helyieknek fontos. A Bács-Kiskun megyei baleset megelőzési bizottság versenyre hívja a megye általános és középiskolás osztályait. Az online vetélkedőre péntekig várják a jelentkezőket. A résztvevőknek 9 héten át összesen 100 kérdésre kell válaszolniuk, amivel akár 100 000 forintot is nyerhetnek az osztályuknak. Városunkban nagy hagyományai vannak a rendőrség által szervezett közlekedés biztonsági versenyeknek. Az elmúlt években ugyanis Kalocsa adott otthont a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság középiskolások közlekedésbiztonsági kupájának. Az idei évben a járvány miatt erre az eseményre nem kerülhet sor, azonban jó hírünk van, mégsem maradnak vetélkedő nélkül a megye iskolásai. Annak ellenére, hogyha nem is tudunk találkozni, mindenképpen szeretnénk tartani a kapcsolatot, és kihasználjuk az internet adta lehetőségeket. És ezért hirdettük meg a Bács-Kiskun megyei balesetmegelőzési bizottság a No Crash Challenge elnevezésű online közlekedésbiztonsági versenyt, amelyben a megye általános és középiskolás osztályait szólítottuk meg. 9 héten keresztül összesen 100 kérdésre kell majd válaszolni a közlekedéssel kapcsolatban a résztvevőknek. Természetesen itt az általános és a középiskolák külön kategóriában fognak indulni. Az eredeti kiírás szerint a résztvevők az osztály kirándulásaikhoz nyerhettek volna hozzájárulást, azonban az érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt a szervezők ezen változtattak.
annyiban módosítottuk, hogy azt mondtuk, hogy ez az összeg minden olyan célra felhasználható, ami az adott osztály közösségi céljait szolgálja. Magát a vetélkedőt azt 2021. február 1-től indítjuk. Minden hétfőn közlekedési témájú kérdéseket teszünk fel a Bács-Kiskun megyei balesetmegelőzés Facebook oldalán, amelyekre a választ az adott hét pénteken, utolsó héten viszont szerdáig várjuk vissza a bacsközlekedés@gmail.com e-mail címre. Itt a péntek és a szerda azért van, mert ott már a tavaszi szünetben játszik az utolsó héten, és ezért kérjük szerdára az utolsó héten a megoldásokat. Az előbb említett e-mail címre várják a jelentkezéseket is január 29-éig, amelyben meg kell jelölni a kapcsolattartó személyét, elérhetőségét, illetve az iskolát és az osztály nevét. Nem szükséges tehát külön jelentkezési lapot kitölteni, a részvételhez pedig mindössze egyetlen feltételnek kell eleget tenni, miszerint Bács megyei intézményhez kell tartoznia az osztálynak. Közlekedési szabályokkal, biztonságos közlekedéssel, közlekedéstörténettel és érdekességekkel kapcsolatban fogunk gyerekeknek kérdéseket föltenni. Az adott hét helyes megoldó kulcsait pedig a beküldési határidő lejártakor a jelentkezésre megadott e-mail címre fogjuk megküldeni. A díjak, ahogy említettem, az első helyezett osztályok 100 000 forintot fognak kapni, a második helyezett osztályok 80, a harmadik pedig 50 000 forintot fognak nyerni. A nagy eredmény hirdetés 2021. április 13-án 9 órakor lesz a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság dísztermében. Nagyon örülünk, hiszen pont most néztem egy pár perccel ezelőtt, és már 40 fölött van azoknak az általános iskolai osztályoknak a száma, akik ez idáig jelentkeztek. Hát a középiskolából még kevesebben, de hát van pár nap még a hétből, úgyhogy várjuk minden jelentkezését, és nagyon sok sikert kívánunk mindenkinek a játékhoz. 2021-ben is indít ingyenes nyelvtan folyamokat a Bajai Szakképzési Centrum. Két nyelvet, az angolt és a németet lehet különböző szinteken intenzíven tanulni az intézmény két kalocsai tagiskolájában. A Bajai Szakképzési Centrum GINOP 6.1.3-as számú projektjének köszönhetően már eddig is több százan vehettek részt ingyenes nyelvi képzéseken, többek közt itt Kalocsán is. Most ismét várják a jelentkezőket, hiszen az intézmény 2021-ben is elindítja ingyenes nyelvtanfolyamait. Kettő választható nyelv van mind a két városban, Kalocsán is és Baján is. Most beszéljünk egyébként Kalocsáról, angol vagy a német nyelvet lehet választani, és kettő helyszínen zajlanak majd a képzések. Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai intézményében, a Dózsában, illetve a Kossuthban. A nyelvoktatás több képzési szinten zajlik, majd olyanok is jelentkezhetnek, akiknek nincs semmilyen előképzettségük. Nem tanultak még idegen nyelvet, és a nulláról szeretnék kezdeni. Ők tartoznak majd az A1-es kategória csoportjába. A2-es szint az aki általános iskola nagyjából 8. osztályos szintjén van a tudásban. Mondjuk azt, hogy alapfokú tudással rendelkezik. A B1 szint az nagyjából a középszintű érettségének felel meg, arra lehet ezzel a 120 órával nagyon ráerősíteni, hogy eljusson a B2-es szintre, amit a köznyelv egyébként úgy ismer, hogy középfokú nyelvvizsga. A tanfolyamra azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek Bács-Kiskun megyei lakcímmel, valamint a 16 és 65 év közötti korosztály tagjai. Továbbá fontos megemlíteni, hogy azok, akik már rendelkeznek diplomával, nem vehetnek részt a képzésben, a nyelvvizsga azonban nem kizáró ok. A képzés egyébként egy belső vizsgával fog zárulni, tehát a 120. óra végén fogunk egy belső vizsgát szervezni majd a résztvevőknek, és a sikeres vizsga esetén egy tanúsítványt fogunk átadni. Nem nyelvvizsgát kap, hanem egy belső tanúsítványt, amelyet a Bajai Szakképzési Centrum állít ki. Ezzel tulajdonképpen saját magának, vagy adott esetben a családnak, ne adj Isten a munkáltatónak, ha nem kér más, tudja igazolni, hogy ő részt vett egy ilyen nyelvtanfolyamon. A képzés során általában heti 2-3 alkalommal találkozik a csoport a tanárral. A foglalkozások nagyon intenzívek, és időpontjuk rendszerint igazodik a résztvevők munkaidejéhez, elfoglaltságaihoz. Ebben a pillanatban a jelentkezőket gyűjtjük, és a jelentkezés igen korlátozott. Most Baján és Kalocsán mindössze már csak 100 darab hely van, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy a megfelel a feltételeknek szeretne nyelvet tanulni, semmilyen kötelezettséggel nem jár
azonnal jelentkezzen. Jelentkezni a www.bajaisc.hu oldalon lehet, tehát a Bajai Szakképzési Centrum honlapján, kizárólag digitális formában. A GILOP 613 menüpontra, hogyha ráviszi a jelentkező az egeret, akkor ott a jelentkezési lapot azonnal megkapja. A jelentkezési lappal együtt egy szintfelmérő kitöltése is szükséges, de csak azok számára, akik nem nulláról szeretnék kezdeni az idegen nyelv tanulását. Bár a tavalyi évben a koronavírus járvány homokményre is nagy hatással volt, mégis több pályázatát is meg tudta valósítani a település. Többek közt játszótérrel gazdagodott a Székestó környéke, műfüves focipályát avattak, és a ravatalozó tető héjazata is megújult. Jeges a homokmégyi Székestó felszíne. A tó partján stílszerűen egy hajó kapott helyet. Többek közt ezzel a minden igényt kielégítő modern játszótérrel gazdagodott a település a tavalyi évben. A 20-as év elején, amit már nagyon vártak a fiatal családok és a gyerekek, a Székestónak a környékét sikerült korszerűsítenünk. Kültéri játszóeszközöket, illetve egyéb pihenést szolgáló eszközöket sikerült telepítenünk, úgyhogy egy ilyen kis rekreációs központ alakult ki, mert a kiserdőben sétány van, a tónál horgászni lehet, a gyerekek tudnak játszani, szaladgálni. A játszótér megvalósításában a JETA, vagyis a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatta a települést. Ennek köszönhetően közel 20 millió forintot tudtak a beruházásra fordítani. Nagy hangsúlyt fektet a település a szabadidős tevékenységekre, így a sportéletre is. Egy műfüves focipályát alakítottak ki nekünk a sportpályán, aminek nagyon nagy hasznát vettük a pandémia idején is, hiszen a sportcsarnokot a fenntartója bezárta, így az amerikai foci edzések, a floorball edzések, a judo, a rendes foci csapatunknak az edzései mind-mind kinn a műfüves pályán valósultak meg. Ez 80%-ba MLS-es, 20%-ba pedig BMS támogatottságú volt, úgyhogy az önkormányzat ezt a közel 40 millió forintos támogatást megkapta, és nem volt ön része. Modern, letisztult épület fogadja a homokmégyi temetőbe érkezőket. 2020-ban a ravatalozó épülete is korszerűsítésen esett át, így a tető héjazat is cserére került, továbbá mosdót is kialakítottak ott. Erre szintén 20 millió forintot fordíthattak. A falu határokon kívül is folytak a fejlesztések, így az alsómégyi plébánia is felújításra került. Igaz, hogy nem az önkormányzatnak a pályázata volt, de segítettünk az egyháznak, illetve a plébániának megvalósítani ezt a programot. Közösségi teret alakítottunk ki, nagyon rossz állapotban volt az épület, úgyhogy itt is a tetőtől egészen a külső szigetelésig nagyon sok mindent felújítottak, illetve eszközbeszerzés is megvalósult. A jövőbe is nagy tervekkel tekint a település, ezekről külön riportban számolunk be. Lassan zárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, de folytatódik az idős otthonokban élőké, mondta az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília azt kéri, aki még nem jelentkezett a védőoltásért, az mihamarabb tegye meg. A pandémia még mindig zajlik a világban, a koronavírus járványra megoldás csak a védőoltás jelenthet. Így Magyarországon folyamatos az egészségügyi dolgozók és az idős otthonokban dolgozók, illetve lakók immunizálása. Az előbbi hamarosan a végéhez is ér, erről az országos tiszti főorvos tájékoztatott. Szeretném felhívni az egészségügyi dolgozók kollégáim figyelmét arra, hogy lassan az ő kampányszerű oltásuknak szeretnénk a végére érni, hiszen sok-sok egyéb csoport várja, hogy már oltakozhasson. Müller Cecília hozzátette, akit most valamilyen ok miatt nem tudtak beoltani, azoknak a jövőben is biztosítani fogják a lehetőséget. Az immunizálás pedig az idős otthonokkal folytatódik. A szociális intézményeinkben, idős otthonokban és egyéb típusú ellátó intézményekben, de egyéb szociális intézményekben szeretnénk teljes mértékben most már az oltásokat befejezni, kiterjeszteni, és azon vagyunk, hogy a számukra teljes körűen elérhetővé tegyük a védőoltásokat. 1600 idős otthon és további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, és eddig 80 ilyen típusú ellátóhelyre jutottak el.
Az oltás üteme azon múlik, mennyi vakcinához jut az ország. Eddig mindösszesen 165 ezer ember oltására elegendő mennyiséget kapott Magyarország. Ennyi vakcina érkezett 5 Pfizer, illetve egy Moderna szállítmányból. Mint elmondtuk, az elmúlt napon, hétfőn, illetve a mai napon is már megérkezett egy-egy újabb Pfizer szállítmány. Tegnap 11.115 ezer ember, a mai napon pedig 25.155 ezer ember beoltására alkalmas Pfizer vakcinát kaptunk. Az oltási terv következő állomása az idősek beoltása lesz, mivel ők a fertőzés szempontjából a magas kockázatúak közé tartoznak életkoruk és krónikus betegségeik miatt. Ez követi majd a tömeges immunizálás. A védőoltásra regisztrálni a vaccinainfo.gov.hu internetes oldalon lehet. Újabb segítséget kapnak a kormánytól a gyeden lévő vagy gyotban részesülő szülők. A minimálbér február 1-i emelkedésének köszönhetően nő a gyermekgondozási díj, a diplomás gyed, a gyermekek otthongondozási díja és az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege is. A kormány számára 2010 óta kiemelt prioritás a gyermeket nevelő családok támogatása. A gyed maximális összege 10 év alatt 2010-2020 között több mint kétszeresére emelkedett. A minimálbér növekedésével az ellátás maximális összege idén még tovább emelkedik. Eléri a bruttó 234.360 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 117.180 forintra. A mesterképzésben részvevők esetében 153.300 forintra emelkedik, visszamenőleg 2021. január 1-től. A tartósan beteg gyermeküket otthonápolók számára vezette be a kormány 2019-ben a gyermekek otthongondozási díját, amely ellátás a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A kormány vállalta, hogy az ellátás 2022-ig évről évre növekedni fog, elérve az akkori minimálbér szintjét. A gyód összege 2021-ben a minimálbér 88%-ára, azaz 147.312 forintra emelkedik. Idén is biztosítja a kormány a 35 év alatti fiatalok nyelvvizsgadíjához szükséges támogatást. 2021-ben már legfeljebb 41.850 forintot igényelhetnek vissza azok a fiatalok, akik sikeresen tették le az első középfokú vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájukat. A kormány ezzel, amellett, hogy segíti a fiatalok továbbtanulását és elhelyezkedését, újabb terhet vesz le a szülők válláról is. A támogatás 2018-as bevezetése óta már több mint 95 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját közel 3 milliárd forint értékben. 1004 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 361.881 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12.198 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 246.596 fő, az aktív fertőzöttek száma 103.087 főre csökkent. 3.809 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 152.704 fő kapott oltást, közülük 17.772 fő már a második oltását is megkapta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!